Sziasztok! Hát eltelt 2017 is, és üdv 2018-ban, boldog új évet kívánok mindenkinek, és arra gondoltam, hogy nyilván, hogyha már egyszer új évet kezdünk, akkor mi mással is nyithatnánk meg, mint az előző évnek az értékelésével, illetve azzal, hogy a következő évet egy picit elmondom, hogy miket fogok elvárni ettől az évtől. Úgyhogy ez most ilyen évértékelős, meg új évtervezős, vagy valami ilyesmi videó lesz. Úgyhogy, ha érdekeltiteket, akkor tartsatok velem. Hát így az elején így előjáróban leszögezném, hogy 2017 az nekem több szempontból is egy elég nehéz év volt. Voltak benne kihívások bőven, illetve voltak olyan dolgok is, amiket nagyon nehéz volt megélni, és hát nem volt ez egy annyira jó év, viszont ennek ellen történtek nagyon-nagyon jó dolgok is, úgyhogy elég vegyes év volt 2017, de ahogy így észrevettem, talán mindenkinek ilyen volt. Nyilván nem mindenkivel történtek ilyen nagyon-nagyon rossz dolgok, de hát van, amikor ilyesmi is van az emberrel. Én azért próbáltam úgy csinálni a videókat, hogy ne nagyon lássátok, mert végül is, hogy ez maradjon meg egy ilyen pozitív helynek, és tényleg ez nem arról szól. Úgyhogy remélem, hogy ez sikerült, és nem vettétek észre esetleg, hogyha úgy rosszabb kedvem volt, mert próbáltam olyankor inkább nem videózni, amikor nem éreztem úgy jó kedvűnek magamat. És hát tulajdonképpen ennyit mondanék el így az ilyen magánéleti dolgokról, de gondolom ez úgyse érdekel senkit. Úgyhogy inkább átérnék arra, hogy mi újság volt így a videózás terén. Képzeljétek el, hogy 2017 év végére 624 videó lett a csatornán. Szerintem ez egy hatalmas nagy szám, és rengeteg. El sem tudom képzelni, hogy 624 videót hogyan tudtam feltölteni. Jó, tehát nagyon régóta csinálom, már szerintem 6 vagy 7 éve? 6 vagy 7 éve videózok, de akkor is, tehát ez hihetetlen sok. Decemberben ugye volt 30 darab videó, tehát ez úgy nyilván hozzátesz, és előtte pedig nagyjából fél évig úgy voltak a videók, hogy csak szerdán és szombaton, és utána pedig úgy, hogy hétfőn, szerdán és szombaton, és én ezt szeretném majd megtartani 2018-ban is, mert úgy gondolom, hogy ez úgy szerintem épp elég. Szóval nem is túl sok, de nem is túl kevés. Én nem szeretem azokat a csatornákat, például ahol csak heti egy van, vagy két hetente egy videó, tehát nekem jó, hogyha egy picit több van, és úgy gondoltam, hogy hát ha ti is így gondoljátok, hogy szerettek a picit több videót, de azért még legyen időtök megnézni őket. Így évvégére 6.774.090 percnyi nézettséget szedtetek össze nekem, ez valami eszméletlen sok. Tehát borzasztó sok időt töltöttetek azzal, hogy így a videóimat néztétek, és ezt nem tudom elégszer megköszönni nektek, ez hihetetlen nagy szám. Nyilván ez így az összesített, tehát ez alatt az idő alatt, ez a 6 vagy 7 év, most nem tudom meg, szerintem 7. Igen, 7 év alatt, amíg videóztam, az alatt történt, és most meg fogom nektek mondani, hogy ez mennyi, mert ki tudjuk számolni persze. Hogy ne tudnánk. 6.774.090 percnyi nézettség, tehát ez ennyi perc volt. Az azt jelenti, hogy ez 112.901,5 óra volt, ami azt jelenti, hogy 4704,22 nap nézettség, ami 12,88829991, tehát majdnem 13 évnyi ideig néztétek a videóimat. Ez hihetetlen sok, ez valami borzasztóan nagy szám, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Én nem lehetek ezért elég hálás szerintem, ez eszméletlen. Nagyon szépen köszönöm nektek. És ez egyébként összesen, tehát ez ugye percben volt megadva, ez 1.897.072 megtekintést jelent, ami lehet, hogy másnak nem egy olyan nagyon nagy szám, tehát ennyiszer kattintottatok a videóimra, de nekem ez valami eszméletlen hatalmas, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm nektek. 35.547 like lett évvégére, és 11.823 komment. A dislike-okat nem írtam fel, de az valami ilyen 3000 körül, azt hiszem, vagy 2500, szóval 7 év alatt szerintem az elenyésző. És igyekeztem ebben az évben minél több olyan nyereményjátékot csinálni, amiben olyan nyeremények voltak, amit én is szívesen megnyernék.
Remélem, hogy nektek is egy kis örömet tudtam ezzel okozni. Van, amelyik nyeremény már oda is ért ahhoz, aki megkapta. Szerintem a karácsonyiak még úton lehetnek. Nem tudom, tehát abból is az elején, aki nyert, az minden bizonnyal már megkapta. De a többi az még szerintem úton van, még nem ért oda, de javítsatok ki, hogyha már odaért, és nagyon fogok neki örülni. És ebben az évben elolvastam 51 könyvet. Ez ugye azt eredményezte, hogy nagyon-nagyon sok könyves videót tudtam csinálni nektek. Szeretnék még többet, de úgy látom, hogy erre nincs annyira sok vagy nagy érdeklődés. Úgyhogy a könyves videók megmaradnak, de csak ilyen szinten, hogy tényleg ilyen nagyjából, nem tudom, 2-3 hetente egy-egy könyves videót betettem, mert azt látom, hogy ezt annyira nem érdekel titeket, vagy hát keveseteket érdekli. Viszont én nagyon szeretem csinálni, meg azt is szeretem, tehát hogy van, aki azért nézi, meg szoktatok annyira jó kommenteket szoktok írni a könyves videókhoz, hogy öröm őket olvasni, tehát biztos, hogy nem fogom abba hagyni, de nem valószínű, hogy gyakrabban lesznek, mert tényleg, tehát úgy látom, hogy annyira ez nem érdekel titeket. Viszont szeretnék sokkal több DIY videót készíteni majd, és hát ha minden igaz, erre lesz időm is, meg lehetőségem is. Most már próbáltam úgy kialakítani itt az új lakásban a dolgokat, hogy legyen hozzá megfelelő hely, és azt hiszem, hogy ez sikerült is, úgyhogy majd ilyenek lesznek, illetve szeretnék majd készíteni bullet journalos videókat is. Ugye ezt én még csak most kezdem, tehát ne számítsatok ilyen nagyon profi, meg mesteri szintű videókra, de majd igyekszem minél jobbakat kitalálni és készíteni, úgyhogy remélem, hogy ez is érdekelni fog titeket. Hogyha bármelyik kérésetek van, akár arról, hogy milyen videót szeretnétek látni, akkor ezt írjátok le nyugodtan, igyekszem őket elkészíteni, és például jött ilyen kérés már, hogy ilyen rutinos videót csináljak, majd igyekszem azt is megcsinálni, csak egyszerűen annyira vackok a fények így esténként, és nekem még nincsen se softboxom, se ringlightom, se semmim, hogy erre muszáj valamit kitalálnom, de hogyha ezt a fény problémát megoldom, akkor lesz rutinos videó is. Ezen kívül szeretnék majd most januárban készíteni egy ilyen kérdezfelelek videót, és hogyha megtanítok, hogy ehhez írtok kérdéseket, akkor annak nagyon-nagyon örülnék, és arra akkor mindre tudnék válaszolni nektek így videóban, úgyhogy remélem, hogy ezt meg tudjuk együtt valósítani. Tehát a videók azok idén is maradnak úgy, hogy hétfőn, szerdán és szombaton lesznek feltöltve, de hogyha esetleg úgy gondoljátok, hogy ez így nem jó, vagy túl sok, akkor írjatok le nyugodtan, és akkor tudunk ezen is változtatni, tehát ez így semmi gond. Ami még nagy változás lesz így 2018-ban, hogy szeretném újra felpörgetni egy kicsit a blogot, mert 2017-ben elég keveset foglalkoztam vele, tényleg csak ritkán voltak blogbejegyzések, és úgy látom, hogy emiatt egy picit ott lankadt is az érdeklődés, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha fel tudnánk együtt pörgetni. Ha nem nézegettétek még a blogot, akkor lent megtaláljátok az infoboxba hozzá a linket, és oda be tudtok nézni. Én nagyon szeretem egyébként, mert szerintem most már sikerült egy olyan felületet létrehoznom, ami egészen szép és jó ránézni. Számomra legalábbis ez így az első benyomás, de javítsatok, hogyha nem így érzitek, vagy nem tartjátok jónak. Igyekeztem ilyen letisztultabbat készíteni, hogy ne vonják el a bejegyzésről más dolgok a figyelmet, például a fejléc vagy ilyenek, úgyhogy ezért is örülök ennek a kis letisztultabb fejlécnek is, és a fehér háttér is azért van, hogy a képek sokkal jobban kijöjjenek, és szerintem sokkal jobban is látszanak így ezen a képek, és sokkal jobb így ránézni, mint amilyen előtte volt. Szóval én most a blog külsejével teljesen meg vagyok elégedve, és hát remélem, hogy nektek is tetszik, mert tényleg szerintem szép lett így a blog. Ha bármi észrevételetek van, akkor azt tényleg mindenképpen írjátok meg, mert én úgy gondolom, hogy klassz beszélgetések szoktak kialakulni így a komment szekcióban, úgyhogy szerintem nagyon jól összetudunk így dolgozni ti meg én. Meg szeretek válaszolni a kommentjeitekre, úgyhogy tartsatok meg ezt a jó szokásokat és írjatok sokat. Na, hát tényleg köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon-nagyon szép napotok legyen és még gyönyörűbb új évetek. Tényleg a 2018 legyen számotokra olyan, amilyennek elterveztétek. Én azt kívánom magunknak 2018-ra, hogy ne legyenek nagy meglepetések, de ha lesznek, akkor pozitívak legyenek azok. Ennyivel én már beérem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és tartsatok velem egész évben, hogyha kérhetlek titeket erre, mert olyan jó, hogy vagytok.
Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!